A Galántától Nagykanizsáig című tematikus rendezvényel folytatódott a Hölgyklub kirándulásait felidéző programsorozat. Legutóbb felvidéken jártak a tagok, így a tegnap délutáni rendezvényen vetített képes előadással és kórus muzsikával idézték fel a közös utazást. A csütörtöki programon szó volt Kodály Zoltánról is, aki gyermekkorában Galántán lakott, és az ottani népzene ihlette a Galántai Táncok című darabját, amit meg is hallgattak a kanizsai hölgyek.